A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mai vendégem Zemlényi Katica, a Vox Mirabilis kórus karnagya, a magyar kultúra lovagja. Ezt csak azért tettem hozzá, Katica, mert hogy egy másik díjról is kell, hogy beszéljünk. Számtalan elismerést kapott a Vox Mirabilis kórus és te magad is, viszont most a kórust ezúton is üdvözöljük, hiszen az elmúlt héten vetted át az Aranyember díjat, ami azt gondolom, hogy egy olyan elismerés, amely nagyon-nagyon fontos személyesen is egyik oldalról, másik oldalról pedig egy olyan díj, ami megerősíti a kórust, megerősíti azt az elvet, hogy a kórus muzsikára igenis nagy szükség van, és rátok természetesen még inkább vonatkozik ez. Úgyhogy gratulálok. Köszönöm szépen. Most viszont azért jöttünk, hogy megbeszéljük, hogy mi minden történt az elmúlt időszakban. Ez nagyon izgalmas időszak. Ugye nagyon is jól tudjuk, hogy két esztendő a koronavírus járvány okán nagyon sok minden elmaradt, nagyon sok minden kimaradt. Viszont ti folyamatosan koncerteztetek, illetve készültetek a koncertre, és ennek azért láttuk az eredményét, hiszen április 1-én szombaton volt egy olyan koncert, ami azt hiszem, hogy mindenkinek megdobogtatta a szívét, a Megfeszítették koncertre gondolok. Ez egy hagyomány amúgy. Így van. Nagyon sok szép húsvéti koncert van a városban, az országban, és mi arra gondoltunk már évekkel ezelőtt, hogy mi pedig szeretnénk a közönségünket is felkészíteni a húsvétra. Tehát egy igazi nagybőjti koncertet tartunk, hiszen ahogy adventben is készülünk karácsonyra, nagybőjtben is készülünk a húsvétra, és bizony egy fontos elmélyülési időszak, és ez a Megfeszítették, ehhez válogattuk mi a szövegeket, az imákat, és ehhez válogattuk azokat a kórusműveket, amik a nagybőjtről szólnak. Azért szeretjük ezt, mert nem csak mi kapunk belőle, mi a kórustagok, ahogy énekeljük és ahogy felkészülünk rá, hanem a közönség is. És a közönség nagyon szereti az ilyen típusú elmélyült koncerteket. Igen, és én ráadásul bizonyos vagyok benne, hogy megerősítést nyújt a hívőknek, nem hívőknek egyáltalán. Aki szereti a kórus muzsikát, annak egy különleges elmélyülést ad a templomi koncert, és én azt hiszem, hogy ennek az egyik csúcspontja mindenképpen a Mátyás templom, hiszen megjártátok a Mátyás templomot is. Hogy lehet ilyenkor, ez nyilvánvaló, hogy a kórustagok tudják, hogy ez rendkívüli méltósággal jár, de hogy lehet dalokat választani egy ilyen különleges alkalomhoz? A Mátyás templomban már harmadik alkalommal koncerteztünk, és mindig egy ünnep, egy nagyon nagy ünnep, egy olyan mérföldkő a kórus életében, hogyha ide meghívnak minket, akkor nagyon boldogok vagyunk, és én mindig azt hangsúlyozom, hogy nem az a lényeg, hogy egyszer meghívjanak minket, hanem hogy visszahívjanak, és most már harmadszor hívtak ide vissza minket. Egy kanadai kórussal volt közös koncertünk, egy Kanadából érkező, ugyanilyen létszámú, ugyanilyen összetételű, nagyon modern és rendkívül profi kórus, sokat tanultunk tőlük, és ők találtak meg minket, hogy keresnek Magyarországon egy hozzájuk hasonló minőségű, összetételű, és különösen kortárs egyházi műveket énekelő kórust. És így aztán ránk találtak, hát mi meg nagyon boldogok voltunk, arról nem is beszélve, hogy teltház volt a Mátyás templomban, és óriási sikere volt a kanadai kórusnak, és nekünk is. Igen, mint ahogy nagyon fontos számunkra, hogy immáron Székesfehérváron is rendszeresen ezen a napon, május 25-ére gondolok, a Magyar Klasszikus Zene napján megemlékezünk Kocsis Zoltánról. Ez nagyon fontos, mert az Alba Régia Szimfonikus Zenekar a vezetéssel, tehát itt gondolok Luf Tamásra, Dobszai Péterre és Dobri Danira, különösen figyel arra, hogy ezek a veretes dátumok ne feledődjenek el. És hát most ti ott voltatok ti, és én azt hiszem, hogy ez is egy örömteli pillanat.
Nekünk az, hogy az Alba Régia szimfonikus zenekarral egy önálló koncertet tudtunk adni, és hogy Dobri Dani a kórusra, a zenekarra és két szólistára írta ezt az új művét. Ez külön megtiszteltetés volt, hiszen a mi nevünk is ott szerepel ennek a műnek a címlapján. Nagyon különleges koncert volt. Én azt gondolom, hogy olyan művek kerültek a zenekar részéről is megszólaltatásra, hogy a közönség is és a zenekar is azt érzékeli, hogy Dobszai Péter egy különleges ember, igen, aki itt van. Tehát meg tudja teremteni azt a lehetőséget a zenészeinek, illetve a kórusoknak egyaránt, hogy az a sokszínű magyar klasszikus zenei élet megmutatkozzék. Tehát ez nagyon-nagyon fontos számunkra. Mint ahogy nagyon-nagyon fontos volt május 26-án, mindenről természetesen beszámoltunk, sőt visszatérve a klasszikus zenére, majd most lesz a Paletta magazinban, a Kulturális magazinban egy hosszabb összeállítás is erről. Nos, de hát az Aranyember díjátadó ünnepség, ez a Tarsoly klub udvarán, ez mindig különleges pillanat, mondom én, hiszen ebben az esztendőben is olyanok vehették át ezt az elismerést, akikre óhatatlanul és néha kevesebb figyelem vetül. Mondom én itt Egyed Attilánét, a Szent György Egyetemi Oktatókórház volt ápolási igazgatóját, illetve Magony Imrét, aki nem csak színművészként és könyvtárosként, hanem most már számtalan olyan könyvszerzőjeként is ismert, és itt volt a Vox Mirabilis, ami nagyon-nagyon fontos. Meglepődtél? Igen, meglepődtem. Én erre a díjra egyáltalán nem számítottam. Nem is tudtam róla, nem is gondolkodtam ebben, nem is láttam mindig, hogy kik kapják meg, és tényleg egy olyan grémium és egy olyan felsőbb osztály, ha szabad így mondani, akik ezt a díjat eddig átvehették, hogy hát én nem is gondoltam, hogy esetleg mi is ott lehetünk közte. És megmondom őszintén, hogy nekem mindig sokkal nagyobb élmény és sokkal nagyobb elismerés, amikor nem engem díjaznak, hanem a kórus díjazzák. Tehát a Vox Mirabilis díjazzák. Mert én is szeretek díjat kapni, mindenki szeret, de az, hogy azt a közösséget díjazzák, amit én vezetek, az nekem egy különleges élmény, és mindig sokkal nagyobb élmény. Igen, általában élmény egy ilyen díját adon részt venni, mert így láthatjuk, hogy milyen sokszínű Székesfehérvár kulturális élete. Itt gondolok a Tarsói Ifjúságért Egyesületre is, mert ők is megteremtik a lehetőséget annak, hogy ha úgy tetszik, méltatlanul elfeledett vagy kisebb figyelmet kapó csapat, ez természetesen nem rátok vonatkozik, is elismerésben részesülhessen. Viszont a Trianon 103 nemzeti összetartozás napja, ugye június 4-én vasárnap volt, és most az a hármas egység, amit ők megfogalmaznak, tehát a 64 vármegyei ifjúsági mozgalom, a Válasz és a harmadik csapatnak most nem jut eszembe a neve, de a lényeg az, hogy ismét egy olyan ünnepségsorozat, ami megemlékezés és méltó a nemzeti összetartozás napjához. Ugye azt tudjuk, hogy az elmúlt esztendőben zászlós nagyasszonnyá avattak, és ebben az évben is ott voltatok az országzászlótéren. Ez milyen gondolatokat szül benned? Hiszen ennek olyan mélysége van Trianonnak a magyar köztudatban, történelmi köztudatban, ami azt hiszem, hogy példátlan. Így van, mi erre koncerteket is csináltunk annak idején, tehát a nemzeti összetartozás évére, a napjára. Nekünk nagyon fontos az, hogy a határokon túl élő magyarok, vagy a Magyarországon élő magyarok egységet alkossanak. Valahol az én megfogalmazásomban, így aztán a kórus megfogalmazásában is az összekötő kapocs, az, ami nekünk kell lennünk. Kell lennünk az egyházak között, a különböző felekezetek között összekötő kapocsnak, és ugye tudja mindenki, hogy református, ortodox, evangélikus műveket is énekelünk nagyon nagy örömmel. Úgy gondolom, hogy a nemzetek között is összetartó kapocsnak kell lenni. Lásd a lengyel-magyar barátság, és összetartó kapocsnak kell lenni a határon túli és a határon belüli magyarsággal. Én úgy gondolom, hogy ha mi ezeken a területeken a békét képviseljük, és ezeket a szervezeteket, mi, mint összekötő kapocs, ott vagyunk,
és talán megteremthetjük azt a békét, hogy ezek a szervezetek, akik például ezt a június 4-i programot is szervezték, egységben lehessenek egymással, és Magyarországon egységben lehessenek, akkor egy fontos szerepet vállaltunk, mert én úgy gondolom, hogy mi lehetünk azok, akik által azok a szervezetek, akik egyébként nem biztos, hogy kapcsolatba kerülnének, rajtunk keresztül kerülnek kapcsolatba. Nekünk ez fontos. Igen, ebben a válság szőtte nehéz helyzetben azt hiszem soha nem volt nagyobb szükség erre. Ezt egyébként megtapasztaltuk most Csíksomjón, illetve én magam a csíki versünnepen is, hogy milyen fontos a nemzeti összetartozás ebben az értelemben. Tehát minden olyan pillanat, amikor együtt lehetünk, és kifejezésre jut ez, ez nagyon-nagyon fontos. Tehát ez is egy jól sikerült. Ugyanakkor vannak előttünk olyan programok, amelyek kifejezetten fontosak, hiszen a Magyar Zeneházába fogtok látogatni. Ez megint egy olyan lehetőség, amire itt Székesfehérváron is büszkék lehetünk, és természetesen az egész csapatod. Így van, ez egy különleges meghívás, hiszen Székesfehérvár bemutatkozik a Magyar Zeneházában, és mi, mint kórus kaptunk erre meghívást. Úgy gondolom, hogy egy önálló koncertet, egy egész órás önálló koncertet adni a Magyar Zeneházában, az igazán egy felemelő élmény. Én összetudom azzal hasonlítani, mint a Mátyás templom. Tehát csak ide egy picit más műsort fogunk vinni nyilván. A Mátyás templom légköre is mást kíván, és ilyenkor én mindig nagyon-nagyon sok időt, órát töltök el azzal, hogy vajon itt mi az, ami jól megszólal, mi az, ami meg tudjuk mutatni, hiszen a Magyar Zeneházában be kell mutatni azt, hogy ki az a Vox Mirabilis. És a Vox Mirabilis ugye egyházi, világi, kortárs, és hát na, és a különlegességek, tehát hogy ezt kell nekem most össze, de ugyanakkor a nemzeteknek a műveiből szeretnék egy csokrot összeállítani, hiszen a szlovák, a lengyel, a német, az olasz, a latin nyelvűek, a svéd, a litván, a lett, a norvég, a finn, tehát mindenféle kórusművünk van, és így aztán nem csak mi magunk mutatkozunk be, hanem a nemzetek kórus kultúráját is bemutatjuk. És ez óriási lehetőség egyébként a kórus tagjainak is. Én azt gondolom, hogy egy ritka összetartó csapat a tiétek, ugye ezt számtalanszor bizonyítottátok, hiszen ezt a sokszínűséget képviselni, ehhez egyértelmű elkötelezettség kell. Tehát nem elég önmagában a tehetség és a szorgalom, kell hozzá az a plusz, amit megkapnak tőled, megkapnak önmaguktól és a nézői tapstól. Így van, én azt gondolom, hogy akik talán kívülről néznek minket, nem is tudják elképzelni, hogy micsoda nagyon nagy munka van e mögött. Tehát, hogy rengeteg gyakorlás, nagyon sok próba, és nagyon sok önálló otthoni gyakorlás is. És sokszor, amikor mondják nekem, hogy nekem szerencsém van, akkor én ezen mosolygok, mert a szerencse mellé, vagy helyett, azt hiszem, hogy nagyon nagy szorgalomra van szükség. Nem csak az én szorgalmamra, hanem minden egyes kórustag szorgalmára is, hiszen egyformán kell mindenkinek gyakorolni ahhoz, hogy jól tudjunk megszólalni. Igen, hát a kórusmuzsika nem csak abból áll, hogy felvesszük a legszebb ruhánkat, és kiállunk a színpadra, és énekelünk, és meghajlással fogadjuk a tapsot nyilvánvaló, hanem a felkészülés. Igen. Mint ahogy a felkészülés, hiszen tudjuk, hogy júliusban, a július elején mindenképpen a Velencei Tavi Fesztivál, ami a legfontosabb, itt Fejér megyében legalábbis, de azt mondom, hogy országosan is, és természetesen oda is meghívást kaptok évről évre. Igen, a Tavak Fesztiválja az három részből áll, a Velencei tónál kezdődik, aztán a Tisza-tó és a Balaton. És az idén egy különleges élményben lesz részünk, hiszen Miklós Erikával fogunk együtt énekelni a Tisza-tavi Fesztiválnak az esti gála műsorán, és ez azért különleges, mert itt nagyon nagy művészek lesznek, és hát mi mindig örülünk, amikor Erika hív minket, nagyon szeretünk vele énekelni, és úgy tűnik, hogy ő is szeret velünk énekelni, így aztán ez megint egy különleges élmény lesz, hogy a Csajági Laura színpadon fogunk fellépni Erikával és a szimfonikusokkal. Úgyhogy ez nagyon várunk. Mint ahogy különlegesség a Gyöngyöspata. Ez esztendőről esztendőre, ez kicsit más sástóra járni, és elénekelni, hogy muzsikál az erdő, mert ez valóságos.
ez megint úgy gondolom, hogy talán egy olyan profilunk, amiben én az elején nem nagyon hittem. De úgy gondolom mindig, hogy ha valamit nem próbálunk ki, akkor nem fogjuk megtudni, hogy az működik-e. Énekelni egy kamarakórusnak egy erdőben, ahol elvész a hang, ahol nincs hangosítás, ahol esetleg esik az eső, netán, vagy ahol fúj a szél és elviszi a hangot. Ez első alkalommal, mikor ezt megtapasztaltuk, akkor egy olyan különleges élményben volt részünk, hogy gyakorlatilag azóta minden évben meghívnak minket a Muzsikál az Erdő programjaira. Voltunk már Nagyváradon, Gyulán, a Mátrában, voltunk már Felvidéken, most Sástón és Gyöngyöspatán fogunk énekelni. Nagyon várjuk, ez nagyon különleges, nagyon sok energiát kapunk ebből a programból, és azt hiszem, hogy ez már egy rendkívül elismert, nagyon jó program Magyarországon. Ugye szeptemberben lesz majd Ortodox koncert, szerb templom koncert és a többi, tehát az még azért meglehetősen távoli. Hogy áll most a kórus? Hiszen azt látjuk, hogy felléptek, és nyilvánvaló, hogy most, hogy már visszaszokott mindenki ebbe az általad meghatározott rendbe, tehát felgyorsult a világ, ha úgy tetszik, azért más. Hogy tudtok próbálni? Hiszen azért látom, hogy hiába mondjuk, hogy egy összetartó csapat, azért ez komoly szervezői munka is. Nagyon komoly, hiszen az egyetemisták, a pedagógusok, az orvosok, a kétkezi munkások, az adminisztrátorok, akik ebben a kórusban énekelnek, nekik is családjaik vannak, munkahelyük van, és mind-mind emellett űzik ezt a bizonyos éneklést, úgyhogy tényleg komoly dolog. Nagyon sok fellépésünk van, nem is tudunk mindent elvállalni, mert nagyon sokkal többet kérnének tőlünk, de egyszerűen fizikailag képtelenség. A próbák rendkívül intenzívek, tehát nálunk ez a 2 órás próba péntekenként, ez egy nagyon-nagyon intenzív és nagyon kimerítő dolog, és mind arra jó, hogy utána otthon a kottából még megnézzék, és mindenki tényleg nagyon igyekszik és nagyon felkészült. Én azt látom, hogy talán most érkeztünk el oda, arra a mély pontra itt Magyarországon, a többi művészeti ágban is látom ezt, ahol egy kicsit elfáradtunk. Elfáradtunk a Covid-tól, a háborútól, elfáradtunk a mindentől, a társadalmi problémáktól, és innen csak kifelé jöhet az út, és én úgy érzem, hogy fölfelé megyünk már, másokkal is beszélgetve, és hát mi ehhez szeretnénk hozzájárulni, hogy a zenén keresztül megtapasztalják az emberek, hogy van fölfelé, és van lehetőség. Kimondhatjuk, hogy soha nem volt nagyobb szükség rátok egyéb iránt, mint ahogy arra azt is kimondhatjuk, hogy nagyon fontos számunkra a Zsolt utcai közösségi ház. Tehát nem csak a Jézus szíve templomra gondolok, olyan szinten nem emelkedik ki ebben az értelemben a maga otthonos, bensőséges közegével, ami fontos számunkra. Lesz-e a közeljövőben olyan program, amit ajánlanál nekünk? Igen, lesz egy olyan program, egy könyvbemutató lesz. Gulyás Imrének és Erdély Csabának lesz a könyvbemutatója, amit a Vörös Marti Társasággal közösen szervezünk. És utána pedig ismételten gyerektáborokat szervezünk oda, amit minden évben 2 vagy 3 tábort szoktunk megcsinálni. És hát nagyon sok gyerek jár oda, akikkel csak úgy játszunk, vagy foglalkozunk a táboron kívül. A nyárra is szervezünk majd közéleti és kulturális szalont, és mi nagyon szeretjük ezeket, hiszen ott a Zsolt utcában mi vagyunk az a kultúrház a környéken, ahol ezeket a közösségi és kulturális és közéleti programokat megtalálják, és nagyon sokan szeretnek ide járni. Nos, hát én ezekhez a programokhoz kívánok neked és a csapatodnak, az egész közösségnek erőt, egészséget, jó munkát, és természetesen, ahol lehetőségünk nyílik, akkor erről beszámolunk, ott leszünk, hiszen ez fontos számunkra. Katica, köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen a meghívást. És még egyszer gratulálok a kórusnak, és neked is. Köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Zemlényi Katica, a Vox Mirabilis kórus karnagya volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.